A szocialista Milo Djukanovic szerezte a legtöbb szavazatot a montenegrói választások első fordulójában. A három évtizede különböző vezető pozíciókat betöltő politikus ezúttal nem tudta megszerezni az első körös győzelemhez szükséges 50 plusz egy szavazatot. Így a második fordulóban Jakov Milatovicsal az Európa Most mozgalom jelöltjével kell megmérkőznie. Komoly előny látszik a másik jelölthöz képest, akivel a második fordulóban versenyezni fogok, de nem ez az egyetlen ok az elégedettségre és az optimizmusra. Az is világosan látszik, hogy maradtak még tartalékok a szavazók körében, amelyek nem aktiválódtak az első fordulóban. A kihívó Jakov Milatovics szintén optimista. Ez mind azok közös győzelme, akiket az elmúlt 30 évben diszkrimináltak ebben az országban, akiknek a gyermekei elhagyták Montenegrót, akiknek nem volt igazsága, akik szegények voltak. Ez egy gyönyörű, jobb, igazságosabb, egyenlőbb Montenegró győzelme. A hivatalos felmérés szerint Gyukanovics kapta a szavazatok 35%-át, míg Milatovics 29%-ot. A választási bizottság várhatóan hétfőn adja ki az előzetes eredményeket, a második fordulót április másodikán rendezik.